A videót a notebook.hu támogatta. Na hát szevasztok srácok, üdvözlök mindenkit. Hát itt vagyunk a következő részben, és azt hiszem, nem tudom, hogy jön a szemem amúgy, azt hiszem, hogy ez lesz az eddigi legnagyobb munkánk. Mondom. Újságban olvastam, hogy a vezérművet érdemes gyakrabban cserélni, mint azt a gyártó ajánlja az olajat is. Vess egy pillantást ezekre, és cseréld ki, amit szükséges. Olajcsere, fáradt olaj leengedése és friss olajfeltöltés. Ez is lesz. Na most, hát én azt mondanám, hogy első körben az autót mozgassuk szépen az autó emelőre. Ezzel lesz meló. Bizony ezzel lesz meló, ugyanis... egyszer kell csak megnyomni. Jó. Szóval, hogy a vezérművet szeretné cserélni, hogyha jól tudom, az akkor az egész vezérlés, nem? De lehet én vagyok ám a gyökérke fel. Úgyhogy várjatok, mert első körben... áttekinteni kéne tudni. Tiha. Ott van elvileg a vezérlés? Ha jól látom, akkor ezen az oldalon van itt a vezérlés. Na, erre jó az áttekintés. És akkor szerelési mód. Én azt mondanám, hogy a karosszériát azt... most mi van? Milyen módban vagyok? Ezt le kéne pattintanunk, majd visszarakjuk. Csak ne legyenek már itt ezek. Ja, szóval valami kaját vegyetek magatokhoz, és... csűha. Megnézzük felül, vagy alul, vagy na. Feljebb visszük. És megnézzük onnan, szóval valami kaját vegyetek magatokhoz. Mert ez nem lesz egy kis meló. Aha, tehát hogy ehhez abszolút nem is férek így hozzá, jó. Akkor visszaengedjük. Az egész motort kell szerintem megmozgatni. Aha. Szívfeszítő, vezérmű szívburkolat. Hát de ugye ez nem olyan könnyű. Mivel kell kezdeni? Csíha. A szívfeszítővel kezdjük. Ez a vezérmű szívburkolat. Aha, égszí. Hű, lesz itt mit visszaszerelni. Nem ezt kell most leszedni. Hanem az égszíjat. Azt lehet, hogy tök hülyén csináljuk. De igyekszem nem. Kormányszervó szivattyú, azt most minek szedném, de nem kell azt leszedni, nem? Csíha! Vezető görgő. Hát srácok, szétbarmoljuk ezt az autót. Vízpumpa. Oké. Vezérműszi burkolat. És ez még csak a burkolat. Akkor ez alatt van maga a vezérlése. Aha. No, hát akkor megtaláltuk a vezérműszíjat, és igen, a bütykös hajtás, vagy micsoda, az a neve, azokat kell igazából cserélni, és azon kívül... Csíha. Na, megnézzük, eddig hova jutottunk. A bütykös hajtás eddig, ez a kettő van csak meg. A többi még meg sincsen. Hűha, lehet srácok, ezt elrontom ám. Na jó. Generátort leszedjük. Egyefene leszedjük. Ám mondjuk ezzel közelebb nem lettünk a dolgokhoz. Ajajaj, szelepfedél. Gyújtástekercs, hoppá, gyújtástekercseket is. Hát 28%-os, de én azt csak cserélném a helyébe. Hallod, tehát annyira szétbarmoljuk. Ennyire még soha nem barmoltunk szét ebbe a játékba autót. Na ez most olyan, mint az enyémet szerelném, baszki. Ó, vezérmű tengely. Az is szar.
Akkor megtaláltuk azokat is. Szívósor. Folytószelep. Hát srácok, szétbarmolunk itt mindent. De talán ennek nincsen baja. Szét se barmoljuk annyira. Gyertyák 89%-osak. Hűha! Nem tudom, hogy egyetértetek-e velem abban, hogy amit én csinálok, az egy rohadt nagy szívás, mert lehet ennyi mindent le se kéne szedni, de hát az a baj, hogy azért nem ilyen egyszerű ez a játék. A turbó szépnek tűnik. Hengerfejek, hát az nem vezérléshez tartozik. Csak tudod mi a baj? Hogy egyáltalán nem találtuk még meg az összes. De! Hoppá! Gyújtás, tekercs, megvan az összes cucc, amit cserélni kell benne. Tehát akkor most szépen átnézzük, hogy miket kell cserélni. Na, azt mondja, hogy... Hűha, várjál csak. Hoppá, srácok, megvan minden. Azt mondja, vezérmű tengely. Kettő vezérmű tengely, van az a rúd. Aztán van a bütykös hajtás, abból kettő van, illetve négy darab gyújtás tekercs. Az mi az a gyertya, vagy micsoda? Hát megnézzük, srácok. Na, várjatok minden. Ja, így. Felnibolt, főbolt. És akkor először ezt, mert ezt nem tudom mi. Gyújtás, tekercs. De akkor ez a gyertya, hát ez akkor lehet nem a gyertya, hanem gyújtás tekercs. Oké. Aztán kell nekünk a bütykös. Vagy tyével van az írva, de hülye vagyok. Bütykös, na jó Patrik. Elmész a picsába. Aha, csak hogy ebből melyik kell, azt meg kell nézni. Szóval, azt mondja, hogy bütykös. Az inventory-ba megnézzük, mit szedtünk ki. Bütykös hajtás. Nem. Ez a súsuti. Ebből kettő darab. Várja, hogy még egyszer lássuk. Súsuti. Egyezzétek meg, és 6 darab ilyen lószar van rajta. Súsuti. Na. Hú, srácok. Súsuti. Ja, ez mindkettő az. Aha, és ezek közül azt melyik? Talán ez volt, nem? De hát azért feleslegben nem akarom megvenni, úgyhogy bocsánat, de még egyszer megnézzük az inventory-t. Nem! Pont, hogy nem, pont, hogy a sötétebb. És talán ilyen... Aha, ez az. Ebből kell nekünk kettő. Aztán vezérmű tengely, talán mi kell még? Mit szedtünk le? Vezérmű tengely. Jó, srácok, de nem értek én ezekhez. Műtengely. Ezt talált ki, te fasz. Na jó. Inventory. Kettő darab. Susuti. Nem. Azt ezt miről ismerem meg, he? Susuti és ilyen. Alright, legalább lenne ott a száma, vagy valami. Hát ez is... nem. Oha, susuti, de ott kettő ilyen ló... ez lesz az. Ez lesz az. Reménykedjünk benne, és ebből kell kettő darab. És más volt még? Volt még. Bütykös gyújtás teked... nem, akkor nem volt. Na jó, akkor kezdjük el a bildelés, srácok. Azt mondja, hogy először is szerintem tegyük vissza ide a leömlőt, a hővédőt. Oké. Csűha, srácok, legyetek rám büszkék, ha ezt vissza tudom építeni. Aztán nézzük meg a vezérműtengelyeket, azokkal mi újság van.
Tehát kettő darabot vásároltunk, azokat vissza is pakoljuk, mármint hogy nem azokat, csak ugyanolyanokat. És igen, ugyanaz, amit ott vettem, jó, szuper. Aztán szelepfedél. Húha. Eddig nem fest rosszul a dolog, eddig nagyjából jól haladunk. Aztán majd meglátjuk. Oké, aztán gyújtó gyertya. Igen, a gyertya az ugyanaz, csak a gyertyára megy az a gyakorlatilag az a tekercs, ugye? Kezd összeállni a fejembe, hogy hogy is fest egy motor. Ilyen nagyon minimális fogalmam van az egészről, srácok, nehogy azt higgyétek, hogy bármilyen szinten is értek hozzá. Csak sokat volt szervizbe az autóm, úgyhogy azokat tudom. Jó, akkor elméleti szinten meg is lennénk. Bütykös hajtás, ezekből kap újat a Verda. Így van. Vezérműszi, a vezérműszi az 89%-os. Mit akarsz? Vezérműszi burkolat. Igen. Oké. Négy csavar. Na, azt akkor főtengely szíjtárcsa. Jó, szétbarmoltam ezt az autót, de elvileg szét kellett, hogy le tudjam szedni. Ez van. Oké. Generátornak mondjuk semmi értelme nem volt, hogy azt leszedtem. Szerintem. Jó. Akkor innen leszedtük a folytószelepet. A folytószelepet is visszatesszük. Oké. Good looking. Azt hiszem, hogy ennyi. Megnézzük, hogy még van-e valami olyan a... Van-e valami olyan még nálunk, ami... Vezetőgörgő baszod. Na, azt viszont szífeszítő. Jaj. Ó, a rohadt... Ja, hát itt bőven itt még aztán. Ó, te jó gyerek. Bildelés. Vezetőgörgő. A rohadt anyját. Aha, ékszi. Akkor itt nem is a vezérlés volt maga ez, ugye? Oké. Jó. Szívfeszítő is fent van. Ennek nem volt egy burkolata? Úgy látszik, nem volt. Aha, várjál, ékszi A. Ez az A ékszi, ez megy ugye kívülre. Na most elméleti szinten eddig meg vagyunk vele. De azért benézünk, bekukkantunk ide az inventoriba, ezeket mind cseréltük, ugye most mennek vissza a lámpák. Oké, akkor visszatesszük ezt a lámpát, amit nem is tudom, hogy miért szedtem szét. Mindegy. Karosszériát, nem a felfüggesztést. Nem. Karosszériát. Oké. Fényszórót visszapattintjuk, első lökhárítót visszapattintjuk, rendszám, visszapattintjuk, és akkor a következő feladat pedig az olaj. Az olajat kell cserélni benne, ugye? Ha jól emlékszem. Ja, Istenem. Uha, ott volt már egy izé, Bentley. Igen, olajcsere. Oké, akkor az olajcserét viszont elvégezzük még. Tyű, srácok, azért ez egy kemény meló így. Ez a részen, ami van. Az autóemelő alá. És ilyen simán ki lehet engedni. Ó, értem, nem is kell itt annyit cseszkülődni. Vissza a helyére. Olajszűrővel mi újság van? Azt ne szedjük ki. Szép állapotban van, nem? Szedjük azt ki. Öntünk bele új olajat. A szevasz, tavasz. Kész is vagyunk. Akkor viszont elég ügyesek vagyunk. Hogyha tényleg ennyi lesz. Na, ezt szépen szedjük le. Ezt akkor pakoljuk bele, mint a disznó. Mennyi megy bele? Még? Egy idő után jön majd kifelé. Aha. Oké, ennyi.
Right, na nézzük meg, hogy akkor tényleg, ha ez így sikerült, srácok, akkor klasszisok vagyunk. Nem akar... Jó, te... Jó, gyerek! Ezt a hülye motorháztetőt mindig leszedem. Na, hát akkor most jön a nagy dolog, hogy sikerült-e. Úristenem, mi volt ez a meló? Hát srácok, sikerült. Sikerült átadni az autót, gyarapszik a pénzünk. A következő autót csak úgy mutatnám, hogy a következő... Pagani. Na srácok, csappincsatok egy lájkot a videóra. Kettő olyanunk is van, amiket el tudunk fogadni. Csappincsatok egy lájkot a videóra, és hát akkor meglátjuk, hogy mi lesz a következő autó, de vettem DLC-ket, és nagyon jól is tettem. Ugyanis folyamatosan jönnek az újabbnál újabb fajintos autók, amiket tudunk szerelni. Jók legyetek, Anfield Shop, Facebook oldal, minden itt a leírásban, és az Instagram is. Szevasztok!